Várj, ez nem volt igazi! Üdvözlünk a Vacsmódzsó Magyarország csatornáján, ahol az Unibet segítségével 10 filmes jelenetet hoztunk el nektek, amiről nem biztos, hogy tudtátok, hogy CGI. We can take all this stuff off the post, right? Ezen a listán olyan pillanatokat és jeleneteket gyűjtöttünk össze filmekből, amik alig látható vagy nem észrevehető módon használták a CGI-t és elkerülték a nézők figyelmét. 10. A helyszínek feldobása. A Wall Street farkasa. Martin Scorsese ugyan híresen ragaszkodik a klasszikus filmes technikákhoz, viszont a kor előre haladtával azért ő is beszállt a digitális buliba, hogy filmjei kövessék a trendeket. That's why we at Stratton Oakmont pride ourselves on being the best. Trained professionals to guide you through the financial wilderness. A Wall Street farkasa elsőre talán úgy festett, mint ami nem igényelt effekteket, pedig sok vizuális hatást főként a helyszíneket fűszerezték meg némi CGI segítségével. Létező anyagokat vágtak össze, aztán felerősítették azokat digitálisan. We arrived to prison. I was absolutely terrified. Ez főként az utolsó képsoroknál érhető tetten, amikor a kamera távolodik a börtöntől, ahol Jordan Belfort teniszezik. Itt például több képet vágtak össze, hogy létrehozhassák ezt a helyszínt. Can't tell you how excited I am. You should be. 9. A philadelphiai horizon. Shazam. A film egyik emlékezetes jelenetében a címszereplő szuperhős vagizik éppen a közönségének Philadelphia egyik leghíresebb lépcsősorának a tetején. A múzeumhoz vezető lépcsőt sokan a Rockyból ismerhetitek. A készítők bajlódtak a helyszínhez szükséges jogok megszerzésével, így felvettek máshol egy alternatív változatot is. Hey, thanks for showing up for lunch today. Oh, take it easy, bud. What's your problem? Viszont amikor megkapták az engedélyt, sajnos a forgatás idején abszolút ködös volt az időjárás, így az ikonikus felhőkarcolók és a látkép teljesen láthatatlan volt. Végül digitálisan oldották ezt meg. Talán a VFX művészek nem tudnak villámokat szórni a kezükből, viszont amilyen csodát létrehoztak vizuálisan ezzel, a simán felér egy szuperképességgel. And all of it's gone. The original photography, yeah. None of that stuff is there. So that's a big reconstruction project. 8. San Francisco a 70-es évekből. Zodiákus. Ez a feszültséggel teli thriller a megoldatlan zodiákus gyilkosságokról szól az 1970-es évekbeli San Francisco-ből környékéről. David Fincher mesterien ötvözte a korhű jelmezeket és díszleteket, ügyelve arra, hogy a tökéletes eredmény érdekében feldobja néhány vizuális effekttel a látványt. Az alapozó beállítások komoly 3D-s környezetrekonstrukciót igényeltek, amit számítógéppel állítottak elő, és fantasztikusan festett a vásznon. I was first nervous about that because this is going to be the most demanding type of shot you could do. It's not at night, it's during the day. The lighting is from the left. Illetve amikor csak lehetett, Fincher a gyilkosságok eredeti helyszínén forgatott, és persze azok igényeltek némi utómunkát, hogy a korszaknak megfelelően hathassanak. What do we get? Sitting? 7. Lógás a szellőzőből. Jurassic Park. It's an impact tremor is what it is. Fairly alarmed here. Hogy mi? A dinók nem voltak igaziak? Oké, ez még talán a többségnek tiszta, hogy nem igazi dinókat tenyésztettek ki a forgatásra, mindössze effektekről volt szó. A látványvilág, a gyakorlati és a digitális effekteknek hála a mai napig megállja a helyét. Az viszont már nem annyira egyértelmű, hogy az egyik jelenetben CGI-t használtak. Az említett képsorokban hőseink a szellőzőrendszerben menekülnek, amikor Lex lezuhan és a szellőzőrács szélébe kapaszkodik. Nos, itt valójában egy kaszkadőr kapaszkodott, majd Lex arcát utólag vágták rá, mert nem akartak egy fiatalkorút bajba sodorni. Ugye, hogy nem tűnt volna fel, ha nem szólunk? Ettől függetlenül több jelenetben kellett apró digitális ráncfelvarrást végrehajtani, illetve a korábban már említett dínók és egyes helyszínek jelentették a CGI fő alapját. Hold on to your butts. 6. Kutyakaka. John Wick. Végre megtaláltuk a klónok támadása CGI körtelebegtető jelenetének méltó utódját. A John Wick főként látványos harci koreográfiájáról híres, viszont helyenként azért a CGI is beüt. Ez leginkább a fröccsenő vérformájában mutatkozik meg, viszont egy konkrét jelenet kiemelkedik. John Wick? Yes. Sign here, please. Miután halott feleségétől kap egy utolsó ajándékot egy kiskutya formájában, John kiengedi az állatot, hogy az végezze a dolgát, amit gyorsan le is tud. Hey! Ez a pislogsz és lemaradsz róla típusú jelenet állítólag 5000 dollárba került, ami elég hihetetlennek hangzik, viszont a készítők elmondás alapján nem adhattak a kutyának hashajtókat, ami teljesen érthető, de egy ennyire rövid pillanathoz talán még egy műkaka is megtette volna, és biztos olcsóbbra jött volna ki. When Ellen died, I lost everything. Until that dog arrived on my doorstep.
A final gift for my wife. 5. A kvantumruhák. Bosszúállók, végjáték. Ha abból indulunk ki, hogy egy hatalmas CGI szuperhős extravaganzáról volt szó, akkor nem meglepő, hogy egy-két apró effekt esetleg elkerüli az ember figyelmét. Alright, we all have our assignments. Two stones uptown, one stone down. Hogyha nem láttátok a filmet, most tekerjetek tovább, mert spoileresek leszünk. Nem volt könnyű dolgunk választani a kapitány CGI önharca és a ruhák között, viszont végül az utóbbi nyert. You got this. You're right. I do, Captain America. Az időutazós végtelen kőrabló misszió során a bosszúállók kvantum űrutazó ruhákban menetelnek a múltba. Ezek egyetlen gomnyomásra visszahúzódnak, és elsőre talán úgy festhet, hogy maga a mozdulat volt csak CGI. A valóság viszont az, hogy soha egyik színészen sem volt rajta ilyen ruha, az egész csak egy vizuális trükk volt. One round trip each. No mistakes. No do-overs. Most of us are going somewhere we know. That doesn't mean you should know what to expect. Be careful. 4. Az idős Logan. Logan. A western inspirált X-Men film rengeteg olyan CGI pillanatot tartogat, amiket nehéz kiszűrni. Ezek többsége pedig Hugh Jackman arcához köthetőek. Bár van olyan jelenet, ahol Hugh arcához egy kaszkadőr teste is társul, de lássunk pár konkrét példát. Jackman egy fiatalos és jóképű színész, így érthető, hogy valamiféle trükkhöz kellett folyamodniuk, hogy az öreg és megviselt Logant létrehozzák. Egy része ennek persze csak smink és maszk technika, viszont a koros kreáció azért némi CGI-t is tartalmaz. I don't like guns. Of course. I wish you'd call me Logan. Like I asked. 3. A kamion fordulat. A sötét lovag. You complete me. Christopher Nolan gyakran használ gyakorlati effektusokat a filmjeiben, az a fajta rendező, aki a CGI-hoz nagyjából csak a legvégső esetekben fordul. Egy ilyen pillanat volt Batman és Joker macskaegér játékában is, amikor a bőregér motoron ment szembe a kamionos bohóccal. Miután a denevér némi szlalomozással körbekábelezte a kamiont, az látványosan átpördült a tengelye körül. Ugyan a kamion és a sofőr is igaziak voltak, viszont az átfordulást egy hatalmas lökéssel segítették elő alulról, ám az eszközt kitörölték némi hasznos utómunkával. My two guys on it and they built the biggest piston ever I've ever seen in my life in the back of this truck. And then some other guys that reinforced the driver's cab. I've never seen so much steel in a cab in all my life protecting this guy. 2. Vashiányos vasember. Vasember 3. A 3. Vasember film során Tony Stark lemond a páncélja viseléséről egy halálközeli élmény után. You're wearing this in the house now? What is that, like Mark 15? Something like that. You know everybody needs a hobby. Ehelyett inkább távolról irányítja azt, ezen a ponton pedig a film helyel közzel a valóságot imitálta. So why don't you lift up that face mask and give me a kiss? Ping pong, beep beep, huh. Yep, damn it. No can do. A forgatás egy pontján ugyanis Robert Downey Jr. eltörte a bokáját, ami miatt egyes jeleneteket nem tudott eljátszani. Ezt megoldandó, egy testdublőrt kezdtek el használni helyette, majd később Downey arca és mozgása lett rávágva a dublőrére utómunkával. Ez történt például a filmvégi monológ esetében is. Annyira jól sikerült a folyamat, hogy egy igazi zseninek kell lenni ahhoz, hogy egyáltalán észrevegyük. I guess I'd say my armor. It was never a distraction or a hobby. It was a cocoon. Mielőtt felfednénk első helyezettünket, íme pár vigasdíjas. This is Classical Fly with Classical Drive, so why don't you forget about the perils of flying? Settle back and let this music calm you down. Did they mention that I haven't been tagged in 30 years because they suck at this game? Extensively. Never been tagged, just say it. Is there any way to make this a fair fight? Jump out and swim. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen 2-től szombatig minden nap új videó kerül ki a csatornára. Majd nyomd meg a kis harangombot, hogy első között értesülj legújabb tartalmainkról. 1. Az üldözéses jelenet felturbózása. Mad Max, a harag útja. Ez a posztapokaliptikus feszített tempójú akciófilm az utóbbi évek egyik legünnepeltebb filmje lett. Részben hála a gyakorlati effektusoknak és a valós kaszkadőri munkának. Viszont a megfelelő látványvilág elérés érdekében azért a harag útjában is van némi CGI. Ez főként a színezésben érhető tetten, hiszen természetellenes lenne ez a narancsos, szaturált árnyalat a valóságban, illetve az üldözések is kicsit pimpelve lettek.
Should we turn it around and run them into our backup? No! We're good! We bang it! A kanyonok és a poros síkságok vizuálisan lettek feltuningolva a VFX csapat által, illetve pár üldözéses jelenet össze lett rakva, hogy egyszerre több akció és jármű legyen a jelenetben. Ettől eltekintve így is egy igazi mestermű lett a végeredmény. Oh, what a day! What a lovely day! Ti ismertek még filmeket, ahol főként bújtatotta használták a CGI-t? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!